Olyan finom ez a kávé, hogy szürcsölgetném egész nap mondhatni. Elnézést, bocsánat. Szeretnék 4 cukrot még, mert ugye nagyon nem szeretem a kávénak az ízét, de imádom inni. Tehát, hogy reggelente nem tudok kávé nélkül felkelni. Borzalmas dolog, hogyha nélkül kell felkeljek. De hogy nem hozzák az ágyamba, akkor nem tudom, mi a faszomat fogok csinálni. Kérlek, hogy kicsit várj. A lámpának villogása irítál. Kávénak illata elmossa az aurát. Könnyebben telik a vak, kivel az a hamutál. Mostanra kérlek, hogy kicsit várj. A lámpának villogása irítál. Kávénak illata elmossa az aurát. Könnyebben telik a vak, kivel az a hamutál. Azóta más milyen lett minden, nem látom ki címben már a világot. Ha kellene puszta kézet, lépjem ki a vérző sebeimből a szilánkot. Szilánkot, ját a szilánkot, de hát nem kirázom, de hát az világos, hogy a csatát soha velem adom, főleg, hogyha az egyszer már világos. Hallod, de soha ez mi ez? Ez a pénz szaga meg getlen a siker, hey! Faszról beszélnek, nem értem kínai, ez nem mindegy, hát adjatok egy sziket, és majd robbantsunk egy forradalmi esztét, amit egész éjszakán át élvezek! Példátlan tömegmészállás történt a tegnapi napon egy kávéházban. Emberek tömege vonult a helyszínre. A nyomozók az elkövetőt nem tudták beazonosítani, szabad lábon járja országunk utcáit. A fantom képét a nyilvánosságra hozták. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki látja az emét, élve vagy halva, hozza el a rendőrkapitányság elé. Az elkövetőre vérdíjt helyeztek. Most arra kérlek, hogy kicsit várj. A lámpának villogása irítál. Kávénak illata elmossa az aurát. Könnyebben telik a vak, kivel az a hamutál. Most arra kérlek, hogy kicsit várj. Irítál. Kávénak illata